Én, Srivanek András. Azt Oktondi figura. Az öröklődés kérdéséről akkor társadoktam először, mikor Srivanek bácsi arról mesélt az első udvarban nyújtózó, terebélyes diófa alatt, hogy vannak bizonyos, az úrszavára nem hallgató gazok, gyomnövények, amik, jó, ha tőle tudom, nem kutyatejet folyatnak, ha leszakítjuk őket, hanem kutyavért. Vöröslő nehéz folyadékot, amit ha megízlel az ostóba halandó, akkor úgy jár, ahogyan a neve is mondja. Az első udvarban üldögéltem éppen, mikor odajött Seri Vanek bácsi elféle nehéz témákkal, és hogy súlyosabb következtetésekhez jutok, majd meglátom, ha elkezdek az öröklődés kérdésével foglalkozni. Ami megmondja ő, nagyon érdekes téma, de igen veszélyes. Mert például emelte magasba mutató ott volt az olákerő esete, aki milyen okos gyerek volt, aztán rászette az ördög, mert mindig azon van az a kormos jószág, hogy kiötőjön valami mocskosságot. A kutyavért is akkor találta ki, mikor kutyat lakmározott, és azt gondolta, hogy rossebb, ilyet én is tudok, és megteremtette a kutyavért. Így van ez az öröklődéssel, meg egyéb vaskos ügyekkel is. De mint ahogy említette, ott volt mindjárt Olákeró, aki addig álmodta ugyanazt az ocsmánságot míg végül rákötötte magát egy lehetetlenül nagy tajgai vágtázóra, ami nyomott vagy másfél mázsát, és belehajtott a gyár mögött az áztató amitől olyan kenderszaga lett, hogy csak mosolyogni bírt mindenki, amikor temették. Azt álmodta Keró, hogy hazamegy, és kérdezi a feleségét, Kerónét, akire szintén ráragadt ez a gúnynév, pedig alig biciklizett, de Kerónak volt a neje, hogyan lehetett volna másképpen hívni, mint Keróné. Egy szóval kérdezi álmában a nejét, Kerónét, hol van a gyerek? az meg azt feleli, hogy sajnos széjjel kellett darabolnia. Mármint a kerónénak a kiskerót. És most a négy darabra szelt kiskeró ben van az ágynemű tartóban, ahol ugyan nem kellemes neki, de még mindig jobb, mintha a mai jel is eljönne érte az ördög, és megerőszakolná durván az ártatlan fiúgyereket. Ezért mondom, bizonygatta a Srivanek bácsi, hogy itt is az ördög meg mindenütt őrizkedni kell. És azt még hozzátehetem, Nézett nagy jó szándékkal a szemében, de ez titok, hogy végül azért hajtott bele a tajgai vágtázóval a keróatóba, mert félt, hogy tényleg eljön az ördög megrontani a gyereket, és akkor nem áll magáért. Inkább valóban darabokra szaggatja a szerencsétlen kölyköt, mint hogy végighallgassa a szenvedését. Bizony-bizony erősködött, és hajkurászni kezdte a kövér szőlőfürtükről a legyeket. Pihenjünk egy kicsit, mondta aztán beszélő nekem az öröklődésről is, végül is elég érett vagyok már hozzá, hogy megértsem a dürgést. De addig szót kell ejteni erről a mocskos légyállatról. Ez valami utolsó ganéjószág. Ezt is az ördög teremtette. Bárhol utána járhatsz. Meg van írva az olyan kövér okos könyvekben, mint a lexikon vagy ilyesmi, hogy irítségből tette a sántapatás jószág. Mikor meglátta az elegánsan öltöztetett míh állatot, akkor savas lüktetés lett a gyomrában az idegtől, hogy micsoda báli viselet, de csak annyit mondott, ilyet ő is tud. Kevé volt és fennhéjázó. Ekkor alkotta meg a legyet. Ez tény. Utána is járhatsz, mondta. Én is valami komoly helyen olvastam. Mert nem úgy van ez, hogy ős Rivanek András kiszopja a kis a dolgokat, vagyis úgy is van máskor, de most nem. No. De az öröklődés esete az más. Amikor azokra a dolgokra, amiket most mondok, rájöttem, csurgott rólam a lúgos veríték. Táblaszám nyeltem a keserű csokoládékat, mert azok nem csak, hogy növelik az agykapacitását, amire szükség van a kutatások idején nagyon, de megszüntetik a cefre okozta a borzasztó hasmenést. Mert megmondom én, mondta Sirivonek bácsi, ha nyár van, itatós forróság, akkor döglenek a jószágok is, nemhogy az emberek. A cefrére mégis szükség van. A pálinkát nem lehet megvonni a szervezettől, csak mert egy fingoskányik melegebb lett. Mert a szesz hangosodott fel, az nem játék. Minden játék üvöltötte, az élet is játék, de a szesz az nem. A disznók is, ha meleg van, oldalukon szuszognak, ki sem mozdulnak a belső olból. A tyúkok meg a hasáfa árnyékában ülnek el, és nincsen egy nyikkanás se, csak csönd, ami nagyon jó az idegeknek bólogatott. Hiszen ez a gond ezzel a szaladgálós, férgesbelű világgal, hogy az embernek arra sincs ideje, hogy a saját szarába beleharapja a nevét. Ez ennek a futkosós világnak a baja, meg hogy nincsen csönd sem erre se. Bár én nekem egyszer az álmomban volt csönd, de sajnos fölébresztett, mint máskor is Sirvanek néni. Temértek kárral van az a vénasszony, de mit tehetne az ember, csak a keleti világokban lehet incselkedni vagon számra, ét meg van kötve a férfi népkeze de legalább az efféle meleg délutánokon van egy kis csönd. Csak Srivanek néni ugrándozik világnak, menne tüske a lyukába, hogy meg ne pusztuljon valami haszonállat a hőségben. A pocákat napjában kétszer itatja, a tyúkokat meg kiengedi a górés udvarba. Na és ilyenkor, lassította le a tempós Rivanek bácsi, a következőt vettem észre, fiam. Mert hogy nem vagyok én buta ember, csak mert négy elemit jártam ki. Amikor kitárul az ólajtó, egy ideig még őrködik a csend. Tám még jobban ficánkol nagygatyás hatalmában, de aztán egy varázsütésre megindulnak kifelé a madarak, átvágtatnak keresztben az udvaron. El, tudod, ottan a műhelyem mellett, mutatos Rivanek bácsi a műhelyére. És ott a műhely átlós oldala felől, ahol az a kétszer kettes beugró rész van, ahonnan nyílik a kert, oda tömörülnek be, egymást taposva. Zajlik az írtózatos károgás, mindenféle kotkoda el a műhely mellett, és be a lyukba, révedezett Srivanek bácsi. Én meg nem nyughatom, hogy ahogy van, úgy van, mert szeretek minden lyukba beleszagolni. Bár ezt Srivanek nénét tudná igazán kifejteni, nevetett, zseniális professzor, bizonyisten. Hogy kell összekeverni az ura szavát, hogy magába gubancolódjék bele, egyik mondat a másikat jól pofán csapja, és rögtön tudni lehessen, sósmus van. Szóval nem nyughatom, Különösen ilyenkor, mikor eszembe ötlik, hogy így van ez minden évben. Hús ki, és irány átlósan a lyukba. Drága gyermekem, szerinted mire következtethetünk ebből? Arra, hogy folydogál a csirkevérben valami rejtett plusz biztonsági tartalék? Nem, fiam, erre nem, mert onnan lenne. Nem tudod mi? Nem véletlen, mert sehonnan se lenne. Miért mondanák akkor, hogy annyi esze van, mint a tyúknak? Vagy ha mondanák, akkor azért, mert olyan sok lenne, és nem olyan kevés. Egyéb magyarázat esetleg? Mondjál valamit. Nem tudsz, ugye? Ez az. Én sem tudtam sokáig. Arra is gyanakodtam, hogy összeszoktak azok az oktondiak. De az még annyira se, fiam. Mikor lehetne végre száguldozni, mint a boldog tanyasi időkben? Miért nem nyargalnak? Azt mondom neked, kiáltott föl Rivonek bácsi, hogy az ördög keze van a dologban, meggyőződésem. Bőven tény, hogy minden csapat egymástól elszigetelve nevelkedik. Egymás likába se kukkanthatnak bele. Hogy is tehetnék, mikor a tavalyi kotlósok külön gubbasztanak a hátsó udvaron. Ide figyelj, oda se látnak, érted? Oda se látnak. Még a csőrükkel sem tudnak inteni, hogy oda gyerekek arra, mert így megy ez már harminc éve. Tömörülünk a műhely előtt. Szégyette hozzatok ránk, Erre, érted? Erre semmi lehetőség. És mégis komám. Mintha a gurgulázba repedő fehér tojáshéjak alatt ott lenne valami titkos ukáz, mintha bele lenne köpve a tudás. Mert az a helyzet, mondta Srivanek bácsi, és szomorúan lehajtotta a fejét, hogy bármilyen elképesztő a különböző házaktól vásárolt csibék, kik vérrokonságban sem állnak egymással, ha felnőnek, ugyanúgy viselkednek. Látod? Mutatta, még a szőlőtől is elment a kedvem. Srivonek néninek mondom ezt, de csak röhög bele a képembe, mintha semmi ok nem lenne az aggodalomra. Pedig én nem akarok rád ieszteni, fiam. De nem lennék ilyen nyugodt. Nem is tudom. Mikor vannak ezek a lények, akik eddigi tudásunk szerint satnya életükben nem vetemednek másra, mint hogy belakják a házat, fészkelődjenek, illegessék magukat naphosszat, aztán jön Srivanek néni biztos keze, és által szedelőzködnek a tyúk vagy a tyúk pokolba, kiki érdemei szerint. Vannak ezek a szaros tyúkok, és van valami bennük, ami évről évre egy adta merő ugyanaz. Ami nem vaktyúk is, az bögyből megy, az más, hanem amit úgy vérlázítóan együtt csinálnak. Bőzlik ez, fiam. Ma mondom, bőzlik. Nem azért, hogy a baromfi szeméből általában okosság áradna, miből azt sejteném, többre hivatott. De az okosok is azt mondják, a tudás hatalom. Éde hallgass, gyermekem, hajolt közelebb. Háromféle megoldás kínálkozik. Az első, hogy a szárnyosok tudnak beszélni, és ha elültek az ólban, halk kotkodálásnak álcázott durozsolás kezdődik. Napi dolgok, kukorica, menj már arrébb. Már érted, fiam? Napi ügyek. De ha ilyenek vannak, Mármint napi ügyek. Akkor vannak ünnepi ügyek is, amiket szintén meg lehet beszélni. Világos nem? Nem világos? A második az a bizonyos ukáz, amiről már beszéltem, amelyik ott veri magát a tejfehér tojáshé alatt is boldog, érted? Mint akit mindig csak visznek. Srivonek bácsi nagyot sóhajtott. Utoljára tartogatom a meglepetést, mondta. Ez az első két ötlet könnyen bedől. Kine látná, rá kell nézni arra a bolond állatra, de ki is lehet egyszerűen próbálni, ha úgy adódik, például ha előfordul olyan, hogy valami kézenfekvőre hivatkozzam, hogy kerekezel a tajgai vágtázóval, és a kerékpárod útjába szűk helyen e féle állat kerül. Olyankor borzalmasan kotkodálni kezd, majd a lehető legrosszabbul dönt, beszorítja magát. A kerék meg csak közeledik, és a tyúk az utolsó pillanatban megpróbálja menteni, ami menthető felszegett csőrrel átron a jármű előtt, kockáztatva az egyetlen, hogy úgy mondjam, a tyúkszarosat, meg a tiédet, a szépen borotvált ábrázatod, a felöltődet, meg ilyen komolyakat mindenfélét, amiért srivanek néni hárpia, és próbáljad aztán meggyőzni róla, hogy egy tyúk miatt van, mikor teljességgel véletlenül éppen tényleg pálinka szagod van akkor. Aki ilyenre képes, az nem beszél. Nem tanul már az anyamékben édes nemes okosságot. Nem? Másról van szó. Különböző dolog ez a többitől. Egyiken tök van, másikon vágás. Mert mindenem, fiam, jegyezett föl a naptárodban, vagy vesző van, vagy vágás. El lehet dönteni mindenről, hogy férfi dolog-e, vagy nem. Mindenről. Kivéve a rettegést. Arról semmit se lehet tudni ilyen ügyben. Bár, a hajót közelebb sri van egy bácsi, elárulom, én sokkal jobban örülnék, ha férfi volna. Mert a férfiaknak másképp működik a kezük. Amíg vacilálni kell, addig nagyon biztos. De amikor le kellene sújtani, akkor megkegyelmeznek. De a nők, fiam, azok nem. Azok addig vacognak, amíg minden mindegy. Aztán, mikor ütni kell, ütnek. Nincs teketúrja. Másról van szó. Nem mondjuk már a lyukra, hogy nem lyuk. Vannak ezek az állatok, és tizenéve egyforma mind. Nem elég, hogy ugyanazt csinálják, ez kevés. Ugyan olyanok. Bele kell bámulni a szemükbe. Álcázásul csupa értetlenség van ott, mintha egy üvegszem lenne. De tudod, mi az valójában? Tudod, mi fiam? Jeges mosoly. Az bizony. Jeges mosoly van benne. És azt kérdezi, nem ismersz meg. És röhög, hogy nem. Mert biztosra mondom, a tyúkok halhatatlanok. Aki egyszer bevásárol, jár motakaszt a nyakába, visszajáró gonosz szellemcsoportot. Mert a tyúk tudja az egész végét. Már azt, hogy őt levágják majd, és minden reggel gazdája képébe röhög. Bizony, beleröhögi, hogy micsoda álszent aktandi figura. Hidd el nekem, győzködött Rivanek bácsi, és zavarában megint hessegetni kezdte a kövér szőlőfürtökről a legyeket. A lélek A lélek ügyeiről is Rivanek bácsi beszélt nekem először. Féle ugyan kételyek között, hogy korai még, minden bizony a károkat okoz, ismételgette, kozmafoltokat éppen ott, a lelkemben, de ha felvetődött, mondta, nem hagyja el. Ilyenkor már mindegy. Ha befészkelte magát a kíváncsiság, pályszervassal se lehet kikotorni onnét. Mert ilyen az ember lelke, hogy rögtön el is áruljon valamit, ha valami beleszakad, nem kopik ki onnan többet. Próbálkozni nevetett? Hát persze, próbálkozni azt lehet. De a kudarc biztos, mint Isten jobbjának párna. Ugyanis nem úgy van, köhögte, hogy össze lenne bogózva a lélek a testtel. Nehéz elérni, de tényleg. Nincsen köztük se zsinór, se mohás hasú csővezeték. Vagyis egész pontosan van valami, de bogozás nincs. Nem olyan egyszerű ez. A mindenit neki, szólt egy bő fél óra múlva bánatosan. Egészen másról beszélt már, közesen volt a lélekhez vagy efélékhez. Baj volt, mert nem tapadt meg az a soványka malter a vályogon. Lehullott inkább a gyepre, káposztányi tömbökben, mint ahogy eredendően fölkerült, ahogy kicsapódott a fándliból. A mindenit minden itt zsörtörödött egy bácsi. Ha nem ragad meg a malter a falon, akkor bonyolódik a helyzet. Nem szívesen mondom, fenyegetőzött, egyáltalán nincs kedvemre, de ha nem ragad fönn a malter, akkor csőlakók leszünk. Mi haszna dögök? Mint amilyeneket a tévében is láttam az este, akik legelésznek kinn a mezőn, és azt állítják, hogy a napfénye jól lehet lakni. Akkor egyék, egészségükre. Nem sajnálja tőlük senki, csak tessék. Teli a világ ilyen betegekkel. Koszolnak, szemetelnek szanaszéjjel, festik, feketítik be az egészet. Én nem bánom, tette hozzá. Ha szívják a csattanó maszlagot napszámra, ha jól esik, tegyék. De minek az ilyet bemutatni a tévében, akinek már a szemén is látni, hogy nem lakik benne senki? Se egy Irén, se egy Imre, egy senki csak. Bömbölő üresség. Nézd, mutatta Sirivonek bácsi, Innen hullik a legjobban. Be van horpadva a vályog, tyúk mellő a fal, a tekintettől is befelé megy, mint a nem akarom mondani mi. Gyerek vette még ehhez. Ha ránk szakad ez a viskó, akkor hiába a bádogos jajgatás, föl nem áll. Az anyja keservét, ha egyszer összeragyott, nem tápászkodik föl. Nem disznó ez, hogy kóvályogjon ki a hátsó kerbe, mondjuk miután kicsurgott belőle a vér, mint a múltkor is, az az alattomos állat, mikor azt találtuk ki, hogy nem kell nekünk böllér, minek? Megcsináljuk mi a nélkül is. Aztán még odabent öntöttük magunkba a vegyes pálinkát, a kajla fülű kisonfordát a hátsó kertbe. Ijesztő volt. Rémisztő egyenest. Mint temetőben a tök lámpa Saját szememmel láttam, hogy sétál a halál a disznóban. Ballag legelni le a szőlőt. Álljon már meg a világ, ha nem fekszik a dög, ahogy illendő, és mindenféle elégedetlen korzózás van a részéről, éppen úgy, mintha a megdöglés után akadna még bármi aktuális dolog. Már a hanyatfekvésen kívül. Így van ez, bizonygatta Seri Vanek bácsi. Ráadásul ezt a kamrafalát is a húsárúért bontották ki a mocskostolvajok. Milyen munka ez? Hogy váljunk, fúrunk, kaparunk, némi sózott szalonna, füstölt kolbász kedvéért. Ényen zsákmány nem mondom, fordult volna keresztbe az Ádám csutkájuk, mikor ették. Nem ember az olyan, aki budlibicskával kiválja a másik kamrájának a falát. Most meg itt tetézünk a bajban, mert szakad. Igazság szerint biciklizni indultam éppen, mikor megszólított Srivanek bácsi, hogy támaszam csak le a kerót a bogja mellé, és kezdjem el hordani a salakot a betonba, ha mozog bennem egy parányi emberi érzés. Nem tűrhetem, hogy tovább rongálja a házuk falát a belvíz. A vak is látja, hogy eszi. Zabálja. Napról napra jobban hajol lefelé a mestergerenda a konyhában. A villanykörte majdnem beleír a levesbe. Ami ugyan nem baj, rázta a fejét Rivanek bácsi, hiszen a gyönge esztékes szemüveggel szar látni, de mégis. Mi van, ha megrázza Csöri itt az áram, amikor éppen az aranyos kakas levest kanalazza? Hogy adja ki magát, még ha süket is a vénasszony? A múltkor is csapott homlokára Sívanek bácsi, magyarázhattam neki, süket volt, mint a Diómozár, Csak kanalazta a kosztot, mintha a lelket nem is kéne etetni, csak a testet. Csak hogy kapcsoljam ki a rádiót, zavar. Pedig, édesfiam, olyan korhadékok vannak itt a leves körül is, hogy őrület. Ott van mindjárt a kakasere, ami ízletes, meg a tyúkagy is, ami szintén finom. Nem azért, mások is finomak, de itt vannak ezek, és olyan egyforma az ízük, mint a gondolatoknak. Mert a gondolatoknak, mert rám egy bácsi, szintén egyforma ízük van, ha círmos, ha mérges, mindegy, a gondolat íze olyan, mintha viaszt ennél, fiam. Benne van az égés, a korom. Ott szunnyad benne a tűz, ott alszik belül. Érzik, dolgozott rajta az agy. De a leves. Dagad a szép here. Megszólalásig olyan az íze, mint a tyúkadnak. Ez mit jelent, fiacskám? Így rendjén való lehet borítékolni, hogy hallottuk. Olyan íze van, ámen. Nem igen, szerintem. Meglehetősen zsenánt kérdés, fiam, hogy a tyúk oldaláról szorít -e a cipő, vagy a kakas csaklik ki a kegyekből, mert nem mindegy, hogy a szemes tyúknak van-e az a fejében, amit egy jobb érzésű kakas csak a zacskójában tart, vagy épp fordítva, és a kakasnak sonfordált le a lába közé, aminek inkább a taraja alatt kellene rejtőznie. Menjünk be, javasolta Sivanek bácsi gondolkodni, Malter ügyben ki kell fundálni valamit, ez így most nem jó, nem akarja az igazságot. Ezt éd meg mondta odaben, és töltött nekem is egy pohárka savanyút, mit még sohasem. Erő kell a lélek ügyeihez. Még a végén bajod esik. Nem is kell magamtól kitalálnom semmit, kezdte, mert a jó példa beszédes, és jó példáért nem kell messzire menni. Nincs tökéletesebb, mint Karina mama, aki megtapasztalta, mit jelent az egymásba gubancolódás. Nem az az ábra, hogy van a lélek, és olyan, mint valami felhő vagy szivacs, de leginkább nincs külseje, Kicsavarni mégis ki lehet. Meg a test külön, csak az egyik a másikban van benne. A vese fölött lakik valahol a lélek. A tüdő egy kicsit nyomja a vállát. Nem kóser szállás, de nincs jobb. Akinek nagy lelke van, bírja csak el. Karina ma tudja ezt, és el is mondaná, ha beszélne. Ha azóta egy árvamuk kijönne a száján, biztosan csak ezt igyekezne kifejteni. De nem beszél. Azt mondják, sajnos magálá is húgyozik, ami nem dicséretes egy jókarban lévő asszonytól. Elvitték valami jó pofa otthonba szabad szállásra vagy hová, ahol a régi pap is lakik. Tudod, melyik, kacsintott rám van egy bácsi, amelyik arra riadt minden él, hogy elgurította a sarlós isten a fejét, és nem elég, hogy ezt kellett szenvednie a tiszteletes úrnak, hogy labdázik egy szemtelen agyak szobor a fejével, de azt is látta az elgurult fejéből a tiszteletes úr, hogy annak a megátolkodott szobornak, van lelke erőszakot tenni a teste maradékán, a fej nélkül kiszolgáltatottan heverő csonkon, ami a legenyhébb megfogalmazás szerint is visszaélés ezzel a helyzettel. Ha azt vesszük, kanyarodott vissza Serivanek bácsi, itt a faluban én sem maradtam volna, ha a Karina mama helyében vagyok, mikor ilyen csúnya munkát végzett rajtam a fiam. A nő létemre nekem esik, mint balon tehén, jelen esetben szorosan a szó szerint az anyjának. Tudod, mi az igazság, fiam? Nem lett volna szabad korábban kiheréltetni a saját kölkét, még ha olyan természete is volt. Nem adhat mindenkinek egyformán a teremtő. Srivanek nénélet se lopják el az eszéért, de szeretni azért lehet. Nem kellett volna kiheréltetni, csak mert aprócskát kívánós volt otthon is. Nem esik jól, én nem mondom, de kihűl minden forró fej. Szorította meg a halántékát Rivanek bácsi. Láttál már olyan forróságot, fiam, ami nem hűlt ki? Mert én nem, az biztos. Tüzelni pedig semmilyen forróságot sem szabad. Az fatális hiba. Halkította le a hangját. Tudod, mi lesz akkor, gyermekem? Jobb nem is gondolni vele. Mert ami ki akar hűlni, az kihűl. Nincs apelláta. Ha meg bele az anyagot, más melegszik. Így, ahogy mondom. Nem kell másra gondolni, mint amire gondolni kell. Más melegszik. Olyan forróság, amit tényleg forróság volna, nincsen. Jaj, az élet, mint a sár, mondta. Miről is beszéltem, kérdezte aztán, amint töltött magának egy pohár savanykás fehér megint. Ah, Karina tényleg. Nem annyi történt, fiam, egyszerűen, ahogy az a pesti repedezett tuskó megírta a zsarú magazintól, de még hogy összeszedte a borgőzés marhaságait. Temérdek kocsma van a faluban, azt írta. Temérdek, Horkant föl ingerülten rivanek bácsi. Talán a székes, büdös nagy fővárosban nincs ivó, mi? Azokat az eső öntözi? Vagy mi fene? Nem csak annyi, hogy erőszakos nemi közösülés, meg súlyosbító körülmény, családi kamatyolás, nyúlfingez gyermekem. Nem tényállás. Nehogy tényállás. Már engedelmet kérek. Hol van ez a tények állásától? A lélek és a test dolga ez. Meg a bőré. Hogy az egyiken van bőr, a másikon egyáltalán nincsen. Idágas, bökött meg Srivonek bácsi, ezen már érdemes rágódnod. Nem örök ki a jajgatás. Srivonek nénid is el van látva, hogy szegény Karina mama az ártatlan. Tán a sajnálattól nem pisel maga alá, hogy vinnyogunk, mint a farkasok, tán attól nem kell pelenk a cseremi. Szívesen elmennék kerózni, suttogtam félénken a pillanatnyi csöndbe, de rögves meg is bántam, mert Sivanek bácsi homlokán kövér vatta felhők vonultak keresztül, hogy már mi a rossz mennék kerózni. Megint a széna közelébe keveredek, onnan meg addig kergetnek a kombájnosok, míg bele nem szaladok a villanypásztorba, akkor aztán hogy akarom letolni a nadrágon valami bárizsny előtt? Mára le akarom egyáltalán. Egyébként a már feljött témának a rámenőség, van ő neki a tarsójában egy történet, amit eddig nem mondott ki. Nem azért, mintha nem lett volna már szükséges, hanem mert a maga sikamlóságával nehéz volt befűzni, de azért most érdemes lesz meghallgatni. Hogy sikamlós, az ne tévesszem meg, rázta meg a Vanek bácsit, csak mert akad rajta a kis nedvesség azt mondani rá, hogy nem is izgalmas történet, félszkes fene. Lakott a faluban egy fiatalka tanító régen, és úgy alakult a helyzet, hogy sajnos elpárolgott. Tényleg, Biztosan tudom, bizonygatta Sirivanek bácsi. Hiába hahotázik rajta Sirivanek nénéd, akiről még valami nyomozati iratot is készített ez a Mihály tanító nem sokkal azelőtt, hogy szublimált. Hiába kacak ki és mondja, hogy mindösszesen annyi történt, hogy elvesztette a fejét a fiatalember, illetlenül viselkedett, ami nagy szégyen egy iskolát végzett embernek, és ő a szégyen elől elbújdokolt. Nem így történt. Valójában megérezte a tanító, hogy el fog párologni, mint az elődje, hogy nyoma sem marad. És nem olyan pompásán maradék nélkül eltűnni, mert ami marad, por és hamu. Nem sok igaz, de azért valami. Több, mint kiszökni az ablakon, mintha gőz lenne a test, és nem is vér meg hús. Benyúlkált a tanító egy irén nevű hölgyike szoknyája alá. Ez igaz de csak azért, hogy amíg létezik, addig akadjon öröme. Egyrészt rossz az elmúlást előre tudni, de részben jó is. Micsoda ajándék az, hogy nincs a másnapnak felelőssége, fiam? Micsoda kincs lehetett az a tanító utolsó perceiben, hogy rossz kedvére. Másnap senki sem nyújtja be a számlát, hogy tartsa el, vegye feleségül, vállalja el a magzatot. Hiszen tudta a tanító, egyetlen numera a világ, utána elpárolog és megnyílt előtte az illatos lékecske. A dombocska izzadt, a vulva meg szinte megszólította, beszélt. Egyben volt a hölgyike eleje és utója. A nyírkos, hideg fej, a férjfogó tekintet, amivel másnap számon kérhette volna, viszont sehol. Előre sem kellett a gúdni miatta szorongatni, hiszen ha ott is lett volna, nem lényeg. Gyömöszölte a fiatal tanító a lelket is a testben, párzott az eleje a végével. Egy lyuk volt a mindenség, mert a pikkelyes ész és lelki ismeret nem létezett számára. Nem érted, mi, gyermekem? kérdezte Rivanek bácsi. Nem bizony. De hiszen a lényeget még nem is árultam el. Karina mama se tudta ezt, azért csinált ilyen butaságot. Azt gondolta, a lélekben nem marták bele mindazt, ami a testben belemaradt. Pedig bele, ott izeg mozog az utolsó bicebetűig minden, és igazgatja magát, mintha tükör lenne előtte. Ott cifrákodik, fésülködik a lélekben a fingástól a takonyig minden, és ez nem filozófia, ez a hónajszakú gyakorlat vastagon. Meg kell kérdezni Karina mamát, változott-e fiacskája kedély állapota, miután ejtettek rajta egy meccést. és mert nem csak csökkent értelmű volt, de erőszakos is, eltávolították a golyóit bepisálna rögtön a vénasszony. Hiszen tudod te is, utána esett neki az anyjának, miután már kimarkolták belőle a herét. Addig dugta szegény mamát, míg mozgott. Miért? Szerinted mi okból dövködte? Nézett egy bácsi kérdőn a szemembe. Ha nincs benne a lélekben a baszás, akkor mire volt a nagy igyekezet? Ha nem ugyanaz van a lélek rózsaszínű húsában, mint ebben a szőrös bundában, akkor miért törődött volna ilyesmivel? Eljött volna az oláművekbe vedelni hajdalig? Nem, a szorgalmas gorombaság. Benne van még mélyebben, fiam. Eleve benne. Megyek, mondtam Srivanek bácsinak, várnak otthon. Kikísérlek, felelte. Ja, Kiáltott fel a kerti kút mellett, azt még hozzárakhatod magadban, hogy mint egy birkát megalázni a testet, elszakítani két elegáns golyót tőle, ami nélkül olyan az alfél, mintha nem is lenne, csak egy fej, semmi más, azt szigorúan tilos. Ha golyó nincs, akkor mi van? Muníció nélkül nem lehet csatározni, kaszabolni, záporozni. Muníció nélkül egyáltalán semmit se lehet. Ezek után csoda volt, hogy nem lett nagyobb baj. Ezek után semmi se lett volna meglepetés, ha valami szúrósabb eset történik. Nem egy hosszadalmasabb gyömöz mindössze, hanem haláleset, vagy eféle, mondta búcsúzó Rivanek bácsi, és óvatosan, mintha lopni indulna. Kitárta előttem a kert kaput. Vadrózsaszag A vadrózsaszagú mindenit, mondta rivanek bácsi. Az előső terasz üveglapján kibámult Révanek néni. Mi az apukám? kérdezte. A vadrózsa szagú mindenit, tagolt a Rivonek bácsi megint elviselhetetlenül lassan ejtve ki a mindenit végét. A pap mondja így nálunk a bocsánatot, ilyen megbocsáthatatlanul lassan vajúdva bele a mikrofonba, és ilyenkor mindenki sejti már, hogy nagy szénáson lumpenkedett először este a diszkóban. Tán macázott is, ami bántja, azért ez a kínlódás. Elvágtam a kezem, mama, horkantos rivanek bácsi. Azt hiszem, súlyosan elvágtam a kezem. Lódulj hamar tiszta ruhát, gészt! Néztem, s rivanek bácsi ráncos, koszos kezét, meg az ujja végét, az egykori végét, ami most megszűnt a helyén lenni, s rivanek bácsi körme mögött. Egy guztustalan, véres gejzír lüktetett ott. Majd hová lett tűnődtem? Hol van mostan az az élő szövet? Le nem esett, mert nem látom a földön. De hol van akkor, ha van valahol egyáltalán? A szőlőt kezdtük kacsalni. Srivanek bácsi jaksatanítóról mesélt nekem, mikor megtörtént a baj. Nálam csak egy bugylibicska, de nála az új fényes metsző olló, amit a múlt héten vásárolt a Wittich butikban, ahogy állította semmi pénzért. Közölte is, mikor visszajött a szerzeménye, hogy egy bőség sarú az a hely. Én megnevettem, ahogy bírtam. Szarú! Búgyogott belőlem a jókedv, Tanultunk az iskolában bőség szaru, de hogy mi az a szaru, azt nem tudtam megmondani. Jaj, fiam, kezdte muskotájos szomorúsággal, s Rivanek bácsi a beszédet. Mennyit keresett, kutatott a jaksatanító, véres volt a hónaja, sok merengéstől. Micsoda egy figura volt ráadásul. Alakra jelenségre se semmi, de ami benne volt. A szeme alatt csomósodó patakokból látszott, a különlegest keresi, a különlegest. Azért az udvarnyi lilium, amit ki tudja honnan vakart össze. Ezért a nagy gyűjtés. Mikor bejött, a téblábolásában, a köszönésében benne bujkált a kérdés. Van-e valami? Nincsen. Én mindig ezt feleltem, fiam, hogy nincsen ezen a viszeres világon semmi. Ezt mondtam, mert nem volt. Mert a különleges az nem annyi, hogy nem szokásos. Ott belül valami titok varasodik. Mindenféle titokból egy csipetnyi van benne. A tanító meg az igazán különleges nyomozta. A vérében volt. Az ilyen vágyat nem lehet okítani, hiába, hogy az iskolában azt mondják, akarjál, fölösleges, kérhetik. Se hímes szó nem használ, se hogy tartsa a kezel ide megy aprócska vesszőzésre. Mert oda tartja az ember a muszáj, ő se kavics, verjék, verjék, mint a flitteres lovat. De akkor sem lehet a mája alá beerőltetni az akarást, mikor nem passzol. Próbálhatott széltében hosszában, farral, fejjel. Nem passzol be. Kiesik. Mint halott szájából a fogsor, mikor már nem tartja a maradjál mában. S öreg mamának is lecsúszott a melléig, mikor kiröppent belőle az élet. Olyan jót evett, hogy akkor is lökte magába befelé, mikor ő maga kifelé igyekezett. Összetalálkozott félúton a lélek meg a töpörtyű. Nem volt semmi baj, ne ijedezzél, gyermekem, nem idegenek azok egymástól. A töpörtyűt se teremtette a mennyei atya, hanem disznónak. A lélekből meg egy töpörtyűnyi sem marad. Akkor merre billentenéd a mérleget, mi? Ilyen szép halált képzelek el én is, hogy a pálinka be, én meg ki. És félúton megkérdezi tőlem a lelkem. Srivanek András, hát te ki vagy? A pálinka meg becsületesen bemutatkozik helyettem. Párállik egyet, mert olyan kíváncsi fajtából való cefre, ami ha lement körülnézni, rögvestjön is fölfelé, a lelkemet hamar derekára köti, mint a legfinomabb vászonövet. Aztán, amikor a diófa oldalába hányok, meglátom magam. Meglátom magam és mondom, kihánytad magadból a lelket, Srivanek András. Megállt kezemben a bicska. Miért beszél nekem ilyeneket maga? Már nem azért. Mert ilyen is van, felelte Srivanek bácsi, azért. Mert növekszel. S tudnod kell lassan, ilyen is mozog. No, messél csak, szólt rám, mert öreg este lesz, mire bekerülünk. Hanem kanyarította vissza a szót, a jó Isten is látta jaksán, hogy nem az a tett kihat hat fajta. Van benne spiritus. Le is küldte hozzá az angyalokat, jelentenék már neki, hogy halad a tanító. Rájötte már valamire. De mehettek azok Isten hírével vissza, mert úgy összekapart minden limlomot az öreg, de nem találja, ami után érdemes tejfölösre sírni a szembogarat, amiért szállanként bokrétát illik kötni a here fölött henyélő szörre, amiért fóliányi palántát szokás eldugdosni a farkasfogú kertek alján. Nem találja azt, ami annyira fontos, és amit úgy keres. Megsajnálta a jóisten, mi végre már az, hogy egész életében keres az öreg, aztán mert nincsen az orra az ilyesmihez sem, meg úgy általában is két bal kézzel verte, mert ő maga, nincs meg. Onnan küldte az igaz különlegességet az Isten, kiáltott föl Sivanek bácsi, ahonnan a varjú sem várta. Megjött, okozott is riadalmat, nem kell mondanom. A tanító vacilált is egy darabig, hogy eze az, hogy mégis milyen dolog ez egy múzeológusnak, de aztán megbékélt. Láttad, fiam, te is, a szerecsen unokát. Hogy milyen arccal teker a tajgai vágtázójával a tanító, virít a boldogság az arcán, a néger gyerek meg kuksol kifelé a fonott kosárból oldalt, és nappal is úgy világít a foga, mintha égne szájában a pokoltüze. Nem tudom, fiam, rázta a fejét, Rivanek bácsi, Isten nevére nem tudom, hogy ége. De ha lángol is, a mennyei atya kedvére teszi. Az szítja a riadalom kedvéért, meg a csődület örömére, hogy a vidámságban is rémüljön a magunk fajta egy kicsit. Nem lehet azt tudni, nem olyankor lékelődik-e meg a jó ügy, mikor megelégedik magával az ember, mikor már ünnepre fogná, hogy megvan, pihenjünk, és akkor megcsikorgatja a patás a patkóját, vagy kiegyezik a jó Istennel, hogy próbára tesz. Ilyen is volt már. Az meg olyan rosszul esik. Eféléket povedált rivanek bácsi, mikor egyszer olyan rémületeset bődült, mint a jégen csúszó borjú. Ajjajjaj, aj, aj, kiabálta, hogy a vad szagú mindenit neki. Nem elvágtam a kezem. Az előső terasz üveglapján kibámult Srivanek néni. Mi az, fiam, kérdezte. A vad szagú mindenit, mondta Srivanek bácsi, megint elviselhetetlenül lassan bökve ki a mindenit végét. Elvágtam a kezem, mama horkantott. Azt hiszem súlyosan elvágtam a kezem, úgyhogy lódulj hamar, tiszta ruhát, gészt! Sivanek néni lódult hamar, de nem volt otthon semmiféle kötszer, ezért csak a foszlott pelenka maradt, ami hamarjában kapott oda Sivanek bácsi. Jó, ez mondta egy kicsit elgyöngülve. Hívjál hamarjában orvost! Egy régi dolog jutott eszembe, amit rivanek bácsi kukoricatörés alkalmával mesélt még akkoriban, mikor nem törte le száráról a kombány. Elsőre olyan ártatlannak és fölöslegesnek tetszett ez az ósdi beszéd, hogy nem is értettem, miként furakodott be az agyamba, milyen pókhálós úton jutott vissza. Kövér, csíkos szatyrokkal a lábunk között tekertünk kifelé a vásárhelyi kövesútig, egészen a híres neves vegyesboltig, ami már egy tyúkszemnyit közelebb van vásárhelyhez, mint hozzánk, ahol éjfekete kalpagos csizmanadrágos bácsik vedelik naphosszat a vegyes pálinkát, és minden férfitól megkérdezik, egyik fele véletlenül nem nőe. Szóval arra felé tekertünk, mikor Rivanek bácsi a fej teherbíró képességéről kezdett mesélni, ami, ahogy hangsúlyozta, szorosan összefügg a titkok tudásának ügyével. Azzal, hogy kinek van sejtelme erről a kitárt verandás világról, és kinek nem. A fej keménysége az első lépés, gyermekem, horkantocs Rivanek bácsi hátulról. Vácitata kiáltotta. Őt említem, hogy figyelmünk ne lankadjon. Azzal bele is kezdett, hogy robogott egyszer vácitata a csillagos panóniával szentesnek, de úgy, hogy felőle búgott a tavaszi szél, hasítékot vágott a levegőbe, ami percekkel utána is ott maradt. Ott lebegett a gyári boltnál a csík, az ő helye, ami, ahogy Rivanek bácsi fogalmazott, a maga után hagyott fölösleg volt. Rá is csodálkozott Béla bácsi a bakter, hogy mi az. Kondens csík, válaszolta Vácitat a tréfáson. Persze csak az eset után, megnyugtatásul, vagy inkább figyelemelterelésül mondta ezt Vácitata a bakternek, hadd simogassa a horpad bordát a kedves szó, ha már ő teljes gőzzel belerohant a sorompóba. És nem lett neki semmi baja a lángoló, ég a világon. Bizonyám, bólogatott Srivanek bácsi. Dobogott rémületében a Béla szíve, mikor látta gurulni a bukót, mint még sose, pedig Béla bátyádat is megkarcolta az életgyermekem, hogy más ne mondjak Közép-Afrika, mi egyebek, elefántcsontpart, légió. Olvastál már ilyet? Gyöngyháznyerű bicska, tanítják azt az iskolában. De azt nem, hogy harmincféle furmányos módon tudott ölni a Béla. Csak a két mesztelen kezével, az nincs benne még abban a jó kis könyvben sem. De a lényege. Majd letörte a gyűrűs ujját az izgalomban, mikor látta a bakterház felé gurulni a bukós isagot. Hiszen egy héttel ezelőtt történt az a hatalmas szörnyűség, és akkor nem volt viccelődés, kondenszcsíkozás, hasíték a levegőjékbe, csak rívás. Akkor is gurult a bukó, mint egy hét múlva vácit a piros tökfödője, csak benne pislogott a fej is. Azt állította Béla bátyád, halkította le a hangját Srivanek bácsi, hogy tényleg pislogott még egyet-kettőt a gajda gyerek feje a bukóban. Egyet le, egyet föl. Egyet le, egyet föl. És csak utána lett száraz és üveges a szeme. Kérdezni akart még valamit, azt mondom. Kérdés volt a gajda gyerek fejében, de annyira benne volt, hogy nem is akart kijönni, ha a szájonát nem jöhet. Ezt nem én találom ki, bizonygott a egy bácsi, nekem is Béla bátyád mesélte. De a legborzasztóbb most jön. Nem tudta kiolvasni az öreg bakter, milyen gondolat lehet a gajda gyerek szemében. Ott volt, látta is, és mégse. Nem volt rá képes. Nem azt kellett volna figyelni, hogy folyik ki alulról az agy, ha folyik. Folyik, nem szép látvány, de mikor ott van a pupillában az üzenet, a mire való mást bámulni? A csurgást? Semmire se. A süket Béla Bakter mégiscsak állt, mint fasz alakodalomban. Bámult, hagyta, ballagjon, oldalazzon a kenderbogják irányába, kullogjon, osonkodjon a hatalmas kincs. A titok. Aztán annyi maradt, hogy a gondolat egy része oda kövült a bukós szélére, ott szikkadt a kis együtt a berekben, a szeméttelep belső zugában valahol. Nem tűnt el teljesen, mondta Srivanek bácsi, és rám szegezte tekintetét. De inkább ment volna. Srivanek néni ekközben még erre én visszaemlékeztem, és részletesen felidéztem a régmúltat, mit is mondott annak idején Srivanek bácsi a gajdagyerekről, megérkezett. Bevágtatott az orvossal, mintha infartusos volna a háznál. Erre, erre, rikoltozta vékony, mégis kérlelhetetlen fejhangon. Erre, erre, és lobogott rajta a kötény, mintha vadvízi szél táncoltatná, mintha orkán udvarolná a házat. Sivanek bácsi a ház falának dőlve pihent a betonon. Fehérsége a mészéhez volt fogható. A vadrózsaszagú mindenit mondogatta. A vadrózsaszagú mindenit! Mire gondolhatott a gajda gyerek akkor? Kérdeztem hirtelen. Sivanek bácsi meg elképett, és ha lehet, fehérebb lett egy árnyalatnit. Honnan jutott ez most eszedbe, te kölyök? kérdezte. Inkább egy pohár vizet hoznál, dörmögöcs Rivanek néni, mint hogy felhány ökörségeket. Hagyjad, mama, suttogott Rivanek bácsi. Úgy látom, fejlődik a gyerek. A konyhában aztán javult a helyzet, különösen mikor elszerelt a doktor. Halál van ennek az orvosnak a szemében, közölte Srivanek bácsi. Srivanek néni erre erősen tiltakozott, de Srivanek bácsi oda se bagózott. Láttam benne, mondta, látom az én pálinkás végemet. Ha legközelebb eljön, nézett Srivanek nénire határozottan, megnézem a tiédet is. Már a befejeztük, fordult felém. Nincs több meccés de beszélőre, ha kedved van, maradhatsz. Bólintottam. Mire neki fogott a titkok tudásáról tartandó beszédnek, annak, hogy kinek van valódi sejtelme erről a szellentős, kitárt verandás világról, és kinek nincs. A jaksatanító, emlékeztettem, a jaksatanítóról ment a beszéd. egy bácsi meg se hallotta a sugallatom. Bolond Pali bácsiról kezdett mesélni, akinek mondta, úgy röppent el az esze, mintha várta volna már a légnyomást, és egyszer se kukkantott vissza az öregbe. Egy percre sem. Egyáltalán révedezett Srivanek bácsi, ha egy minutumra is visszajön. Látta volna az öreg, hogy otthon egyedül pöfeszkedik az asszony ő meg a hivatal istálójában tengleng, és ott is csak addig, míg a fészkes fenébe el nem hajtotta a medei tanácsost, a tisztelt tanácsot teljes létszámban, nem értvén, mi a figyfenét keresnek ott azok az idegenek. Akkor aztán beutalták derek egy házra pihenni. Az elmekastéban lakott egy kicsit, de nem sokat, mert hazaszökött még a héten. Aztán csak a szőkepista akarata védte, hogy amíg ő maga ott van, bolond paribácsi is marad. Mostoha sorsa mondom. Mostoha, hogy amíg. Jegyezd meg, fiam, az ilyen amígokat. Béssed föl a nagy táblára, mert mikor már nincs egy jó ember se, egy amígra, akkor a szaftos dolgok kezdődnek. Milyenek, kérdeztem. Milyenek azok a szaftos dolgok? Fiacskám, simogatta meg a fejem Srivanek bácsi, azt sajnos nem tudom. És Béla bátyádom múlt, hogy nem. Akár még ennek is lehetnék a tudora, ha akkor, abban a válságos pillanatban kiolvassa a gajda gyerek szeméből a tudást. De nem. Nem tette. Úgy kaptam föl erre a fejem, mint aki hirtelen füstöt érez. Mégse véletlenül ártatlanul jutott eszembe ez a régi beszélgetés. Nem oktalan furakodott vissza az agyamba, hogy szamárt tüskös, északi széltől cógos úton is visszatalált. Mikor adódik ilyen az életben? Rázta meg a vállam Srivanek bácsi. Hogy még nincsenek erről sem arról a dolgok. Úgy van az amíg, hogy már nincs, és a isten is elbambul egy kicsikét, azt se tudja merre világ, és egy pillanatra be lehet lesni az ablakon. Mutasd, te nagyszakáló, mivel dolgozol? Meg lehetett volna tudni a titkot. Hogyan kattognak a világ elgyötört fogaskerekei? és ezután azt merte állítani Béla, hogy unalmas állás a bakterság. Mikor oda kínálkozik a mindenség a bakterház gyepén, kitárni magát, hogy ilyen vagyok, tessék, szabad fürkészni. Ott volt a gajda szemében, fiam, a teremtés, minden szörnyű titka. A különleges is, meg az is, ami olyan csupasz, mint az ég. Hogy merre röppenhetett el a bolond Pali bácsi esze, az is. Ott a kifingás előtt és a tyúkszalos után egy újnyira kiderült volna minden. Ha én lettem volna ott, akkor most én, én lennék. Csuklott el Srivarek bácsi hangja. Én lennék a... Nem is tudom mi. Menyasszonyház. Sivanek bácsi kihajt erős motorú Honda traktorjával az utcára, aztán Uzsgyi irány a kontra hobbi kertjei. Tempósan rögtön kettesben vágtat, billeg a járgány a keréknyomban, mintha sánta lenne. Én meg igyekszem utána szalajtós biciklin. Hiába kérlettem, Srivanek bácsi nem engedett a 48-ból. Azt mondta, vissza is kell jönni a kontrából. Ezért nem jó ötlet, hogy felpattanjak hátra, mert ami becsordogál a rében, már csöpög is a vámon kifelé. Jöhetek haza gyalog, ha a szénaliszt fönt hasal majd a kocsin. Egyszer már voltam szénát darálni, de most meg vagyok sértve, amiért keróval kell mennem, és úgy teszek, mint akinek fogalma sincs, mi az Isten csodája az a szénaliszt. Pedig emlékszem a tavalyi darálás minden részletére. Megjegyeztem. Ahogy si egy bácsi kérte. Mindent, amit tetszik, amire azt mondja szép. Kanyargóznak fejemben az emlékek boronái, ahogy ő mondaná. Azt is tudom, hogy tavaly, mikor először daráltam Szénács Rivanek bácsival, a becsületről mesélt nekem. Úgy kezdődött, hogy azt javasolta azt a jó három petrencét, ami ott várt bennünket, majd becsülettel beleerültetjük a darálóba. Ehhez aztán hozzátette, mert erről rögtön megindultak a fejében a gondolatok, hogy majd rájövök, kiszagolom, mi a helyzet. Eldöntöm, mit gondolok, mi, merre, hány lépés. Ám ő abban biztos, hogy a becsület marad az egyetlen, aminél kiköthetek majd. Ahogy ez befejezte, megrázta a fejét, hogy ez sajnos nem fog sikerülni. Félre mondta, mert olyan, hogy kikötés, révbeérés nincsen. Eleve nem megy, úgy létezik minden, hogy megy. Menésében van a mindenség, kikötésről nem is lehet szó. Nincsen állásban semmi, és ettől aztán egyforma minden. Meglehetősen, sajnos. De ha már a kikötésnél tartok, mondta Srivanek bácsi, a legfontosabb, ami erről eszembe jut, amit nem hallgathatok el, hogy mindig nézd meg a lány mellett az anyját is, mielőtt felelőtlenül ígérnél, mert alattomos folytonosságok derülhetnek ki a lány anyavérvonalon. Hiába olyan vékony teszem azt a kárpáti lány dereka, hogy iriglik tőle a darazsak, hozzá olyan formás bedgyel, amin estig szobhatna fél tucat borjú. Nézzed csak meg azt a száraz kaput, ami az anyjáékhoz vezet. Kis ilyen, olyan széles, akár egy kocsi bejáró. Nézd meg magadnak, ha ismered az öreg Istent. Három kőművessel, három lakatossal kellett szélesebbre imádkozni. A kelemen maga, nevetett föl bácsi, éppen nem jött, de söröztetni, vacsoráltatni kellett a segédmunkásokat így is. Azok meg dolgoztak éjt nappal lát éve, hogy kiférjen valahogy az ajtón Kárpátiné. Az történt, hogy a munkahelyéről az öregek otthonából üzentek, mert már óriási volt a fölháborodás. Igyekezni kellett, hadd mehessen Kárpátini dolgozni, hiszen ilyen indokkal, hogy bedagadt a házba, nem lehet nem járni munkába. Aztán tényleg rázta fejét Srivanek bácsi, ez valóban nem szép. Ment a plegyka, hogy valaki asszony létére nem fér ki a házból, miképpen dagadt meg annyira. Ezt kérdezte Váci Tata is tőlem. Azt hajtogatta, hogy gyanús lehetett az befelé is előző este, mikor igyekezett Kárpátiné a vacsorához. Valami gyanúska bizonyosan lehetett, hogy hű, de szűk a bejárat. De szűk ez a félfa erről is, arról is, az anyák mindenit. Én, a Srivanek bácsi, tudom, mi volt Kárpátiné megdagadásának az oka. Amit lehet, hogy még elmondok egyszer, ha ilyen sokáig várat minket a darálós, de azzal, hogy sokat zabált volna Kárpátiné, Született tőzsírolga, nevetséges lenne magyarázni. És annak sincsen köze hozzá, hogy olyan furcsa szerzett a kárpáti né testvére, a Klári bácsi. Nála nem tudni, mi van a lába köziben. Hermésznek hívják az ilyet. És Klári bácsi Hermész. Héhetetlen, de nem tudni, vesző van-e rajta alul vagy vágás. Pedig fiam, mindenről tudni, vesző van-e rajta vagy vágás. El lehet dönteni mindenről, hogy férfi dolog-e vagy nem. Mindenről de már mondtam ezt. Hogy kivéve a rettegést. Klári bácsi valószínűleg maga a rettegés, hiszen róla ilyen ügyben nem tudni semmit. Bár, ha jól közelebb se Rivanek bácsi, elárulom, én sokkal jobban örülnék, ha a férfi volna. Klári bácsi is, meg a rettegés is. Mert a férfiaknak másképp működik a kezük. Amíg vacilálni kell, addig nagyon biztos. De már elmondtam. Szóval ilyen akkor sincsen, hogy beredagad valaki a tulajdon házában, ha akadnak furcsaságok a családjában. Ilyen, hogy estéről reggelre megnő a kerület, mintha csak dinkatök lenne a test, nem fordul elő. Aki ezt hiszi, úgy gondolkozik, mint a strucmadár, a temető van egy pár, te is láttad biztosan. Az, mikor nem érti, mi a helyzet, homokban nyomja bele a fejét, mondta Sivanek bácsi, és nevetni kezdett. Ilyet még az életemben komolyan mondom, kökény szemeimmel se láttam, hogy egy baromfi így cselekedjen. Azt higgye, hogy belülről is semmivé válik minden, csak mert kívülről már elporzott, és akkor talán ott benn is úgy telik majd az idő, mint idekünver a vekkel mutatója. Pedig az élet csak megy. akár mi van, akár a bolondóra, itt most szó szerint nincs lassulás. Bolond az az ocsmány madár, azt mondom. De a lényegre. Arról van tehát szó, jó, ha megjegyzed, bele is karcolhatod a fejedbe, ha tetszik, hogy a vér vér marad. És én, rázta a fejét Sivanek bácsi, már előre szánom azt a szerencsétlent, aki eltakarítja a háztól a kárpáti irányt. Kételkedve vakartam a fejem, hiszen igen csinos a kárpáti lonka. Jaj, fiam, kiáltott rám Sivanek bácsi, koszos két évecske a virulási idő, mögötte meg kullog vagy negyven. Nem pisálunk reggel a gatyába, csak mert estére úgy is lecseréljük. Elmagyarázom. Kezdte nagyon lassan. Látom, nem akarsz ráérezni. Azért van ez, mert a romlás irányába tart minden. Az, hogy balról, jobbról kanyarodik-e, mindegy. Ezen a világon minden ugyanarra baktat. Amit tehát nem szar, az is szar. Vagy legalábbis lesz. Van új szép hosszú sorban. És innentől már szar, mutatott Srivanek bácsi a levegőbe. Innentől meg csak lesz. Aztán, hogy hol a csík? Csak akkor tudod, mikor már megnyaltad. Nem mondom, gondolkodott el. A jó Isten biztosan meg tudja csinálni. Ő kifigyelhet valamit akkor is, amikor áll, mikor nem vonul hosszú sorban, vagy egyszerűen megállt parancsol a menetnek. De ez a teremtő dolga. Neki ezer év egy pillanat, mire megint kinyitja a szemét, a mi hírünk már elszállt. A hobbi kertek helyén egy hatalmas tó lesz megint, mint volt, mondta. És kémlelni kezdte a határt, jön -e már a darálós. Most itt állunk megint a tóhelyén, és ugyanúgy várjuk a darálóst, mint tavaly. Most egy kicsit hűvös van, és a kedvem sem túl jó. De tavaly, mikor ugyanitt voltam, azt éreztem, hogy most elképesztően jó. Annyira pompás volt, hogy előre vágytam vissza. Ez furcsának is tűnt, mert ott voltam nagyon is benne. Emlékszem, Zsivanek bácsi arra figyelmeztetett, meg ne ijedjek a darálótól. Egy kisé olyan a hangja mondta, mint a halálnak, mikor nem magától jön, hanem halandók kérgetik. Ahogy a halál cipője csikorog meneküléskor fokozta, mert a halál cipője rémületesen hangos, keserves hangzavar. Mikor ez kimondta, felvidult, mert az általános iskola gyakorlókertje felől feltűnt a darálós traktor. Tempósan, rögtön kettesben szakította be a kanyart, billegett a járgánya kerinknyomban, akárha sánta lenne. Ekkor elmúlt, hogy benne vagyunk. Hirtelen kint voltunk, kint lettem, ahol már nem jó, ahol nem volt kedvemre való. Olyan volt, mintha ide volna, előre, egy évvel későbbre, ahol most vagyunk. Hogy lóg az eső lába, és Rivanek bácsinak nincs egy árva szava sem. És Rivanek bácsi is észrevette ezt akkor, próbált vigasztalni, bíztatott, hogy egy szavát sem felejti el, mosolygott, ne aggódjak, minden egyszerében sor kerül, ha le lesz darálva a széna, és puha lesz, mint a permeteső. Tömte is a daráló szájával a szénát, épp hogy felbogott csikorgós hangján a daráló. Életem második darálása közben azon morfondírozom, hogy milyen lenne, ha úgy is tudnánk beszélgetni, hogy nem jártatjuk a szánkat. Srivanek bácsi ezen a kegyetlen zajonát is mondhatná tovább a magáét, én meg hallanám. Át tudnék hallani a daráláson, hogy mit beszél. Elég lenne, ha átgondolná ide az én fejembe. Nem vagyok nagyra vágyó. Elég, ha olyasmit küld át, amit már elmondott egyszer. Nem kell vadonatúj. Megfelelő lenne, amit tavaly mesélt, miután ledaráltuk az összes szénát. Az egy csodás beszélgetés volt. Most meghallgatnám, vagy mit is csinálnék, ha csak átgondolná a fejembe. Mert frenetikus volt. Precízen kifejtett mindent, hogy miért lett teli az újfalu hernyóval. Miért volt milliom hernyó a napkelet utcától az ottani temetőig? Teli az öreg utca is, nem volt kivétel. Lófing volt azoknak, mondta Srivanek bácsi. Lófing, ha mondom, egy óvatos púzás volt nekik a méreg. Hiába permetezték a hernyókat. Csak ömlött le a rengeteg csúszómászó az eperfákról, és föl a másikra, mint valami borostás szőnyeg. Emelkedtek a meszelt házfalakon, hogy a házak színe nem látszott. Mocorgott az egész falu. A határból úgy látták, mintha reszketnének a házak. Nem tudom, tárta szét a karját, szerintem reszkedtek is a sok hernyótól. De nem azért, fiam, amiért mindenki hitte, hogy ez Isten verése, de Jutalma volt. Jutalma bizony, hogy lássa, aki látni tud, hogy a vályokban miként rászkódik a nevetéstől az a nagy akarás, hogy csiklandozza a sokféreg a megannyi belekavart oktalanságot, azt a rövidlátó csak azért is, amitől őszintén szólva fölépült az egész kócerály. Hogy mi módon csiklandozza az a temérdek hernyó a holt anyagban az élő dacosságot. A dac belekerült az anyagba, természetesen mert ő keverte a nehéz vályogot. A dac dolgozott a szikkat kész helyett, meg az irigy ábrándozás. Az ablakot például az irigység gittelte. Nem verés volt a hernyó invázió, hanem jutalom. De nem látta azt senki, fiam. Behújták a szemüket, kapaszkodtak, szorították a karfát, mintha nem elengedni kellett volna éppen, mindent elengedni. Azt mutatta ezzel a jóisten, hogy ennyi. El lehet szalajtani az egész mindenségünket, a falut, az embereket a büdösbe úgy, ahogy van, meg lehet könnyebbülni. Súlyról, nehézségről, a halál előtt szó se essék. De bevallom, mondta, kicsit mellé ment a jó szándék. Mert mindenféle reakció történt a népek részéről, csak elengedés, meg kiengedés nem. Inkább volt pocskondiázás, mert szaladt föl a mészára a csillagos égig. Tanulság ez, dehogy tanulság, mulatság. Egyedül a Bartuc ház nyugodott meg, nem remegett tovább. Se közelről, se távolról, mert besződték vastag sejemmel a hernyók. Menyasszonyháznak hívták a faluban. Olyan volt, Mintha fátyolba öltözött volna a talpfától a tetőig. Ott díszlet rajta a drága anyag. Még Bartusz Lajos doktor is hazajött Pestről, de hogy mit szólt hozzá, nem hallottam. Meg kellett volna kérdezni őt, mert igen okos ember volt. Talán ő tudta volna, hogy akkor ez most az élet vagy a tudomány. Elég volna, ha ezt a történetet átgondolná ide. Ezt már elmondta egyszer, de se baj. Ez megfelelő lenne, szívesen meghallgatnám. Nem volt ez nagy munka, ugye? kérdezi Srivanek bácsi, hogy beletuszkolja az utolsó asztag darabot is a darálóba. Rázom a fejem, hogy nem. Gyere, mondja, hazaszaladunk, pihenünk egy kicsit, aztán beszélgetünk még. Srivanek nénét főz egy ízletes kolbászos paprikás krumplit. Jól megpaprikázzuk, nyitunk hozzá kovászos uborkát és sört. Isten bizony mind a tíz újadat megnyalod utána. Nem felelek neki semmit, csak mosolygok, mint akinek semmi kedve az egészhez. Nem hízunk majd el, kérdezem, mint Kárpátiné? <laughs> Nyom a fejemre, Sivanek bácsi egy barackot. Nem felejtetted el tavaly óta, mi történt Kárpátinéval? Illő akkor, hogy szabamat ne felejtsem, és ahogy ígértem, befejezzem a történetet. De azt az elején leszögezhetem, hogy Kárpátiné nem a kolbász vagy a sózottok a szalonnától lett bő boros hordónyi. Továbbá tudni kell azt is, hogy Kárpátini volt azon kevesek között, aki ébren volt, hogy így fogalmazzak, mikor mindenki más vak lett. Bizony. Míg mások remegtek a hernyórajzás miatt, akár a kocsonya, addig mondhatom neked, Kárpátinéban pislákolt a józanság. Emlékszem, bólogatos Rivanek bácsi, azt ismételgette, hogy ha a népek újra az utcára mennek, ha kidugják a fejüket, akkor lesz csak éjszaka valójában. Nem most, mikor a hernyók urálkodnak? Okos beszéd ez, gyermekem. Lehet belőle tanulni attól, hogy fehér nép mondta. Mert emlékezzél csak vissza, miért jöttek a hernyók? És ha eszedbe jut, miért, rögtön megérted, milyen okosat mondott Kárpátiné. Csak az volt a baj, ezt is hozzá kell tennem, hogy valahogy léket kapott az egész. A lék pedig káros, a dinnye is olyan. A félig megeszi az avas, a többit is ki kell dobni. Kárpátini is így járt. Teli volt akarattal, gőggel, lendülettel, de ráfizetett, mert egy levegővel, hogy úgy mondjam, tüdőből nem lehet leélni az életet. Mert a szív is elfelejt dobogni. De Kárpátini nem tudott engedni, megalkudni, és csak fúvódott kelt benne akár a tészta az elégedetlenség. Hogyha az ember kialudta magát, nem akar ledőlni újra, ezt panaszolta. Meg, hogy nem lehet csak becsületből élni. Fél lábbal lenni itt, fél lábbal lenni oda át a tudásban, hogy a halál után nincs semmi. Ha így élsz, vagy gyilkos leszel, vagy örök elégedetlen, mert nincsen benned súly. Ez történt Kárpáti néval is. Addig hergelte magát, míg bele nem dagadt, belé nem hízott a reménytelenség. Míg belenem dagadt kárpátiné, született tőzsér olgába a nagy akarás, hogy így élni értelem nélkül, Isten nélkül nem lehet. Nyugodjál meg, fiam, tényleg nem lehet. És mégis így kell. De mindegy. Ilyenek voltak ezek a nők mindig is, amióta a világvilág. Semmi sem volt nekik elég. Hagyjad már, apukám, micsoda marhaságokkal traktálod ezt a gyereket, csattant föl Srivanek néni az asztalnál, miközben a kovászos uborkát porciózza. Én semmit sem szólok, mint ahogy általában csak arra gondolok, hogy mindezt föl fogom jegyezni, és meg is jegyzem örökre, mert fontosnak tetszik, és ezzel a tudással még viszem valamire. Akár rivanek bácsi, rendes ember lesz belőlem, ha már az szerinte hiába való, hogy egyik legjobb tanuló vagyok az iskolában. Göndörszálak. Ilyen se volt még. Csörög a telefon. Srévanek bácsi az. Kész a bodza ital, mondja, amit úgy szeretsz. Ennek van a szezonja, úgyhogy Srébanek néni csinált neked egy hektót. Öt literes befőttes üvegekben lebegnek az illatos bodza virágok. Szép látvány. Kár, hogy olyan ritkán jársz haza. Sajnálkozik az öreg. Mire megint jössz, már elkészül. Kiforja magát, és nem is látod, hogyan készült. De nem is ezért telefonálok. Fog vissza a lendületéből. Deszkre kell mennem. Deszkre a tüdővel. Van ott egy pofás szanatórium és oda. Nem lesz nehéz nevet. Inkább tüdő nélkül volna körülményes odavitorlázni, odatotyogni és besuttogni az ablakon. Itt vagyok, kérem, Srivanek András. Ne tessék aggódni, tüdőt azt nem hoztam. Megmondták, megértettem. Van itt tüdő. Arra gondoltam, fiam szól halkabban Srivanek bácsi. Meglátogathatnál. Persze, Srivanek bácsi bólogatok olyan hevesen, mintha látná megnyúlt, meg alakom. Látná a folyosó torkolatából, amint a keskeny koridóron bekukkant a roskatak szekrények, és kiékelt asztalok mellett, hogy úgy ülök a kollégiumi telefon mellett, mintha a diófa alatt ülnék és úgy görnyedek, mint abban az elefántcsont színű fröccsöntött székben szoktam, mikor őt hallgatom, és rám tör a vágy, hogy hagyjam Szegedet, az egyetemet a fészkes fenébe, hiszen olyan hasztalan. Ott kellene duruzolni most is Srivanek bácsi bodzavirág illatú udvarában, és csak hallgatni, hogy az öreg mondja, mondja. Persze, hogy elmegyek felelem. Éjjel játszintokkal álmodom, a látómezőnél hullanak a kék, rongyos szélű levelek. Már-már alig látok, míg nem egy erejét sokáig gyűjtő, nehéz fuvallat arrébb sodorja a paplantakarót. Aztán benő alulról egy makacs levendula, olyannyira, hogy teljesen eltakarja előlem a világot, a képet. Egyszerűen nem látom, történik-e valami, hogy gubancolódnak-e tovább az események, noha eddig egyáltalán nem történt velem soha semmi említésre méltó. Most mégis úgy érzem, valamiről megint, ahogy legtöbbször, lemaradok. Próbálok kilesni a levendula göndör szálai között, zajlik-e a tulajdonképpen el sem kezdődött elejének az utója. De kudarcot vallok. Tehát biztos se veszem, hogy igen. És ez azt jelenti, hogy annak a teljes semlegességnek az elérése is sikerült, amitől annyira, de annyira féltem. Hoztam narancslevet, mosolygok síbenek bácsira. Meg éred banánt. De igazság szerint nem is tudom, hogy szereted-e a banánt, síbenek bácsi. Utálok minden ilyen szart, vigyorog rám az öreg, pizsamás karját felém nyújtja. De jó, hogy eljöttél. Az ágy szélére ültet, mert oda nem szabad ülni, és akkor a e szabálytalanságot látva bizonyára bejön a nagy csöcsű hella nővér, akinek ugyan nem sikerült tisztességes magyar nevet választani, de ilyen csodás keblek kíséretében még a hella névre sem kell mentség. Nagy vagy már is okos, mondja Srivanek bácsi. Beszélnem nem szükséges. Arra gondolj, szorítja meg a vállam, amit a helyes vágásról mondtam. Ülök a pecsétes, foltokban fátyollá vékonyodott lepedőn, és azt próbálom felidézni, amit vagy 15 éve ott, a sötét konyhában hallottam. Eleinte nehezen megy, de aztán meglelem, hiszen úgy belém vésődött, átjárt, hogy még a sárasági savanykás fehérból íze is ott van a számban. Az öreg nyel egyet, inna abból a lőréből ő is egy kortyot. Fekete földben termet ugyan a szőleje, van egy bácsi háza mellett lélegzik az a fekete föld s bácsi kapálta, ő szemezte. Egy kis fröcsnyitől tartása lesz az embernek, gondolatai lesznek tőle. Elkezdem az emlékezést a helyes vágásról. Legelőbb azt gondolom, hogy nem érdemes a malacsal komázni. Azt gondolom, hogy hiba. A barátkozás vétek. Zsivanek bácsi, ne is haragudj, hiszen akkor muszáj sírdogálni, megsíratni, aminek annyi értelme sincs, mint egy lyukas vödörnek. Engem itt kinevetnek, mert én még taknyosorú vagyok, de ez oktalanság. A rossz gazda, gondolom, onnan ismerszik meg, hogy vakargatja fületövén a kocát, vagy hogy becézgeti, ne adj Isten nevet is ad neki. Remekül viselhető neveket, például azt, hogy Irén, vagy hogy Böske, amik igazán illenek a hízókra, és azok még hallgatnak is rá. Meg is hálálják a törődést ráadásul. Mikor te etetted őket, Srivanek bácsi, akkor én és a barátaim oda mehettünk hozzájuk, és megtámaszthattuk őket oldalról, amely nekik és nekünk is nagyon tetszett, mert nekik kényelmes volt, mi meg annyira kacagtunk egymáson, hogy majd leszakadt az oldalunk. Ez rendben is van. De hogyan lehet ennyi szeretet után elmetszeni a nyakuk? Nem úgy van az, gondolja vissza Srivanek bácsi. Szeretni kell a kocát. Hagyni kell, kíváncsiskodjon, ha akar. Nem szabad megemelni a külső ólat, fiam, mint Váci tatáéknál láttad. Nem szabad még egy szigorú deszkát oda szegezni magasítónak, csak hogy ne lássa a disznó, mi történik az udvarban. Mi a göcsörtös nyavajáért ne nézhetné, ha igénye van rá, hogy működik az élet? Ha csak magában filozófál az állat, akkor úgy jár, gondolja tovább Srivanek bácsi, mint bolond pali bátyád, aki meghámozta a kilós kenyeret egybe, csak mert azt hitte, akkor befúrja magát a lényegbe valahogy. Dehogy. A kurcába is hiába vágott léket, még meg is merítkezett benne mindenki adalmára, oda jártak leselkedni a kamaszlányok, hogy milyen ostoba a pali. Télen fürdik, lógó pöccsen ráadásul, világnak csúfjára. Nem fürdött az fiam, hanem a magmába akart furakodni. Minden úton, módon, mert úgy érezte, a héjon kívül ragadt. És most itt vergődik a trágya leves csapzott semmiségben. Itt, ahol még unatkozni se érdemes. Megszólalok, mert nem bírom tovább. Félre gondolsz, Sivanek bácsi, Mellé beszélsz, hogy mindig is szoktál. A szomszéd ágyról csodálkozva ránk néz csanád úr. Látszik, hogy nem érti az egészet. Bejövök meglátogatni az öreget, és csak ülünk némán a kórházi ágy szélén. Háborog is, hogy ugyan miként beszélhetne félre az öreg, mikor eddig csak hallgattunk. Ezért aztán kiutazhattam ide Szegedről. Hallgassál csak, tekergessed a rádiódat, szórás Ivanek bácsi, az neked való. De meg ide figyelj, fiam, Bököd meg, Srivanek bácsi, már hogy beszélnék mellé, mikor ebben a gondolatban olyan fajsúlyos dolgok vannak, mikről lóhalálában is lassú merengeni, nemhogy így, békés társalgási modorban, ahogy mi tesszük, mint akiknek az örök élet csak egy nap. Ballagjunk le a fébe, javaslom. Menjünk, egyezik bele Srivanek bácsi, bár sietve hozzáteszi, hogy ilyen ócska helyet még nem látott, amióta világ a világ. Nem elég, hogy mindenféle rejtekutak utak visznek oda, amelyek rosszabbak, mint a vásárok deszkapalánkos útvesztői, de ajutalma sincs meg ennek az erőfeszítésnek, mert abban a pultban semmilyen valamire való italt nem csapolnak. Rámosolygok Sivanek bácsira, hogy pálinkát mégsem érhetnek egy szanatóriumban. – hogy hogyne? – morog vissza Sivanek bácsi. – Gyógyszer az, nem holmi viccelődés. – Mit kotyogtam neked erről? – Böki meg a vállam sértődötten, hogy a pálinka az nem játék. Mondtam már, hogy nélkülözhetetlen a kutatásokban is, nem de? Dehogy nem felelem. És már mondom is úgy hangsúlyozva, hogy Srivanek bácsi szokta, hogy mennyire csurgott róla a lúgos veríték, és táblaszám nyelte a keserű csokoládékat, mert azok nem csak hogy növelték az agykapacitását, amire szükség volt a mindenféle kutatások idején, nagyon, de megszüntették a cefre okozta borzasztó hasmenést is. Hiszen ő mondta, ha nyár volt, itatós forróság, akkor döglöttek a jószágok is, nemhogy az emberek, és a cefrére mégis szükség volt. A pálinkát nem lehetett hip-hop megvonni a szervezettől, csak mert egy fingocskányit melegebb lett. Mert a szesz, így mondta egészen pontosan, nem játék. Aztán felkiáltott, hogy minden játék, az élet is játék, de a szesz, jól emlékszem, az nem. Így mondta Sivanek bácsi, Ifjúlegény voltam még, nyugfartni tapasztalattal, mégis ilyen ügyekről engedett tudnom. Most már nyugodtan meghallhatok, mondja. Abból a csokorból, amit én gyűjtöttem össze, minden leckét kívülről fújsz. Amit az egyetemen hallasz, azzal összefoghatod. Nem igaz felelem, mit tudok én még? Ott van Póla néni ügye is, Sivanek is, bácsi. Az ilyen tudatlanság az ornyergen lovagol és amint a halandó megszólal, az eféle oktalanság csenki a hangjából legelébb. Adod alám a lovat, te gyerek, simogatsz, mint a permeteső. Ótvarul patkolt el Póla nénéd, de ennél egyszerűbb nem is lehetett volna. Félt az a kedves asszonyság mindentől, és ahogy megvan szabva, a haláltól félt a legjobban. Azon belül is attól, hogy csipkézett szárnyú, mindig vergődő lelkű angyalok viszik el, akiknek folt van a bakancsukon, és a bal fülben cseresznyét hordanak a jobb szerencsekedvéért. És így is lett, nem máshogy. Tudta ezt ő is, ezért még jobban rettegte a muszájt. Kénytelenek vagyunk gyermekem a legnehezebb dolgok után is ott kutatni, ahol minden ragyog, és élére van simítva, és gőzzel ki van vasalva még a legelnagyoltabb gondolat is mert ami sufniban rejtőzik, habos hegyek között bújdos, a boros hordók legalján üszkösödik, amitől berobban a pincegádor, azelőtt mi vakok vagyunk. A fejsze, az fejsze, nincs benne reménység. Ha azzal Póla nénit alaposan fejbe fogják verni, akkor fejbe fogják. Nem lehet ezt se osztani, se kitörölni. Menjünk fel, szorítja meg Srivanek bácsi, kis hallgatás után a kezem. Nem vagyok jól, fulladok. Gondolkozz csak tovább ott, ahol kértelek. Jó, mondom, és már csöpög is fejemben a finom emlék, mint az olaj. No, már ez is. Milyen dolog az, hogy ágaskodik a disznó, mint egy ló, és kíváncsiskodik akár egy kutya. A disznó az legyen disznó, gondolom. Az összefüggések miatt kell békén hagyni, gondolja erre vanek bácsi. Azért kell tűrni az ilyen viselkedést, hogy olyan legyen a mindenség, akár az egyé gyűrt papírgalacsin, belekapjon az egyik erről, míg amaz a maza másikát amarról szorítja, és fonott legyen az egész, az egyik a végénél legyen ott, ahol a másik még meg sem kezdődött. Hiszen ott rotyog a pörköltben a mesztelenkedő húsok között a szeretet, a gondoskodás. Benne ropog a bőrkében. Belekerül a törődés a disznó sajtba, és a vese szurkos repedéseiben ott lappank, hogy te nevet adtál a disznónak. Azt krákogtad reggelbe az olba. Irén! Ott szunnyad a délutáni vakargatás a vízben a bált és kikacsint a fokhagymás bunda alól, hogy itt vagyok, idesűs, ne akarjár nem észrevenni. Más a kocsonya, gondolja Srivanek bácsi, ha nem lapáttal ápoltuk napjában a fületövét, hanem, mint mondtam, vakargattuk. Más a csülök, ha ólajtó tetején támaszkodott vele az állat. De nem ez az igazán lényeges gyermekem. Nem innen kell behatolni a lényegbe. Innen is lehet leskelődni, ha úgy akarja az ember, hogy a nagyobbik felétől nézzen a tölcsérbe, a távolban akarja látni az aprócska lyukon át a világot. Nem béretlenül mondom én ezt. Hanem gondolok közbe. Miért? Ropog a szív. Recseg, mint a pozdorjelemez. Mert nem kis kaliberű ügyez, mintha a disznó lábnyomáról volna szó mindössze. Nem csak szeretettel köpül körbe minket a világ, fiam. A gazdák között is akad olyan, aki menekül kedves állata mellől, mikor a böllérbe fordul a sarkon, mondván, hogy ő vakargatta a fületövén a kocát, becézgette, ne adj Isten, nevet is adott neki, remekül viselhető neveket, mondjuk azt, hogy irén vagy böske, amik igazán inlettek a hízókra. Hogy végezzenek velük ezek után? Ezek szájhősök, fiam. A fájdalom úgy olvad, mint az apró szemű só. Belemegy a húsba. Beleszivárog a kolbászba, az ostoba szomorúság, hogy tudtuk előre, így lesz. Bizony, beszivárog. Arról a szomorúságról és sajnálatról van szó, amelyik akkor járja át a gazdát, mikor kedves disznója szenved, és haláltusa közben beszakítja a tyúkol deszkáit az utolsó rúgással. Amelyik azt mondja, milyen kár érte, ha most saját kezünkkel végeztünk vele, amelyik azt kérdezi, mi értelme volt akkor ennek a pongyolás, kirámolt életnek, ha most ott szakítjuk be, ahol eddig építettük. Na no, ez kell. Valójában ez a fájdalom is ott olvad a szeretet mellett. A fájdalommal puhul meg minden gyermekem. A szárán hagyott fájdalommal, még maga a szeretet is. Ami csak kiköpülődött valaha, az végül ezzel a mi értelme volt fájdalommal találkozik. Ezért mondom, gondolja Srivanek bácsi, nem csak a disznó ügye ez. Ezért mondom, ennek van itt az ideje, fiam, ilyen betegen. Reggel mindenre teljesen tisztán emlékszem. Arra, hogy mielőtt azt álmodtam volna, hogy meglátogatom Srivanek bácsit deszken, úgy kezdődött az éjjel, játszintokkal álmodtam. A látómezőmbe hullottak a kék, rongyos szérű levelek, már-már alig láttam, még nem egy erejét sokáig gyűjtő, nehéz fuvallat, arrébb sodorta a paplan takarót. Aztán benőtt alulról egy makacs levendula, olyannyira, hogy teljesen eltakarta előlem a világot. A képet. Egyszerűen nem láttam, történik-e valami, hogy gubancolódnak-e tovább az események. Mosdás közben azon gondolkodom, hogy teljesen mindegy, ha silány életemben eddig egyáltalán nem történt semmi, mert ettől kezdve, hogy ilyen biztosan éreztem, Slivanek bácsi akár onnan át tud gondolni belém, nem érzem úgy, hogy bármiről is lemaradok. Csak kilesek az öreg göndör mondatai mögül, zajlik-e az el sem kezdődött történés, és mivel Srivanek bácsi bennem mindig mindent megmagyaráz, nem vallok többé kudarcot. Már zárom be a szoba hátizsákomban banán, deszkre indulok a szanatóriumba mikor megcsörel a telefon a folyosón. Intenek, hogy engem keresnek. Én meg az illem kedvéért belehallózok, hogy ki az, de tudom, száz százalékig biztos vagyok benne, hogy Révanek néni az, és szívszaggatóan zokog. De én nem sírok. Csak azt ismételgetem, ne sírjon néném, mert én tudom, mi történt. Látom, mi van az egész mögött. És mindent megmagyarázok.